Hol az anyám, Tonya? A dolgozó szobában. Tudod, hogy kivel van ott? Egy külföldivel. Biztos vagy benne? Igen, de a fura a dologban az, hogy ez az idegen összekeverte Mercedest Eugénia kisasszonnyal. Kérem! Kérem, hogy itt írja alá. Hogy merészeled? Perla azért jött, hogy megtudja, hogy az anyja egy hiéna. Te meg mit csinálsz itt? Azért vagyok itt, hogy leleplezzelek, Mercedes. Hogy legalább az egyik gonosz tettedet megakadályozzam. Elnézést kérek, Eugénia asszony, de mi ez itt? Ne haragudjon, Eugénia asszony. De hát mi történik itt? Jobban tennéd, ha kimennél, és nem ártanád bele magad olyanba, ami nem a te dolgod. Eljátszottad Eugénia szerepét, hogy megkapd a biztosítási ezt pénzt. Én nem értem. Az, hogy ennek a nőnek a neve Mercedes Santiago. És nem Eugénia Martínez Kaufmann. Igaz ez, anya? Igen, Perla. Ezért kérte tőlem a te halotti anyakönyvi bizonyítványodat. Elnézést, de ezt nekem jelentenem kell. Már itt sem vagyok. Nem mehet sehová. Dehogy nem, itt sem vagyok. Mindent meg tudok magyarázni. Viszontlátásra. Megölöm. Ahogy engem is megöltél? Vagy valóban a börtönbe akarod végezni? Csönd legyen, szemétláda, te dög! Amióta megszülettél, más se tudsz csinálni, mint hogy tönkreteszed az életemet, hogy még boldogtalanabbá nem tegyél! Nem először mondtad ezt nekem, anya! De én abban bíztam, hogy ez hazugság, mert szerettelek! Annyira szerettelek, hogy kész lettem volna az életemet adni, de érted? Én nem vagyok kész! És soha nem szerettelek! Soha! Nem tudom, Mercedes, hogy létezhetnek ilyen nők, mint te? De létezünk! És az olyan idiótákat, mint te meg Perla örök életetekre kínozni fogunk, érted? Megőrültél, anya! Megőrültél! Itt vagyok, Mercedes, és itt is leszek, hogy lássam, amint tönkremégy, és semmivé válsz, semmivé! Átkozottak! Átkozottak, meg fogtok ezért fizetni! Átkozottak, gyűlöllek! 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 És most mit akarsz? A valóságban is megölsz? Csak el akarom mondani, hogy mennyire gyűlöllek, hogy mennyire... Nem kell elmondanod, mert tetteiddel bizonyítottad minden percben, amióta veled és vagyok. És bizonyítani is fogom, ameddig csak bírom. De miért, anya? Miért? Nem csináltam semmi rosszat. Mert mindent elvettél tőlem. A boldogságomat, a pénzemet, a látásomat. És most el akarod venni Raúlt de is tőlem. De beteg vagy. És ez az, amiért nem veszed észre, hogy amióta ebbe a házba érkeztem, foggal körömmel harcolok egy csöpp szeretetért. Romantikus bolond, nevetséges bolond. Pont, mint az idióta apád. Ezért nem bírlak elviselni. A legjobb, ha elmész innen. Menj már! Menj! Ezek szerint ez azt jelenti, hogy mehetek innen, hogy kidobsz a házból? Igen, kifelé innen. Soha többé nem akarlak látni. Soha többé!